A hétvégén még műfüves pályán vívott két edzőmérkőzést a Nyíregyháza Spartacus. A törökországi edzőtáborból hazatérve a Városi Stadion füves pályáján még nem tréningezhetett a csapat, és várhatóan nem is fog a vasárnapi találkozó előtt. A csapadékos időjárás miatt ugyanis a talaj tönkre menne, így maradt a műfű. A hétvégére hideget és havazást is jósolnak, így az MLS kérte a csapatokat, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy játékra alkalmasak legyenek a pályák. Nyíregyházán jelenleg meg lehetne rendezni a meccset a Gyirmót ellen. A két gárda összecsapását ősszel a Spari nyerte idegenben. A tegnapi kupaforduló is mutatja, tehát nagyon komoly és kiegyenlített mezőny alakult ki az NB2-be. Ezt mindig szoktam mondani, hogy a motivációs index ennek a bajnokságnak talán a legmagasabb. Ezt most is vallom, és kimondottan szakmailag és minőségében is megerősödött, és jó ellenfelek ellen kell majd játszunk. Ide tartozik természetesen a Gyirmót is kiemelten, hiszen ők a dobogó egyik esélyesei nálam. A Spari keretében volt néhány változás a téli szünetben, de a vezetőedző szerint a közösség még erősebb lett. A szakmai stáb a felkészülést eredményesnek ítéli, néhány játékelemben azonban még tovább kell javulni. A játékosok már várják a hétvégi rajtot. Szerintem nagyon várja mindenki a rajtot, mert egy nehéz felkészülésen vagyunk túl. Ez szerintem minden játékos életében így van, hogy a felkészülés, az alapozás, az egy ilyen különösen várt időszak. És most ezen túl vagyunk, reméljük, hogy nem fog csúszni rajta, és hogy alkalmasak lesznek a pályák a játékra. A Gyirmótnál ősszel edzőváltás történt, így a Spartacus ellen már Szepesi László irányítja majd az együttest. Trénerként dolgozott az FTC-nél, a Diósgyőrnél, a Győri Etónál, a Tatabányánál és a magyar korosztályos válogatottaknál. A Nyíregyháza Spartacus Gyirmót meccs vasárnap 17 órakor kezdődik a Városi Stadionban. A Nyíregyházi TV hétfőn 20:30-tól felvételről közvetíti a meccset.